Népzenei hangversenyen mutatták be tudásukat a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium diákjai közül azok, akik a fél éves vizsga meghallgatáson a legjobban szerepeltek. Jelenleg 21 növendék tanul az iskola népzene szakán, közülük 16-an vehettek részt a hangversenyen. A népzene szak ez egy fiatal szak az intézmény életében, hiszen 2000-ben indította be az első osztályát. Azóta már a Zeneakadémián végzett volt növendékeink, a tanárainká is váltak, akik oktatják a jövő generációját. Azt hiszem, hogy nagyon nagy alkalom ez az összes népzenész növendéknek, aki a mai nap folyamán előadhatja tudását, hiszen azoknak az embereknek adja elő, ahova ő tulajdonképpen majd a következő lépéseként, a továbbtanulásaként szeretné folytatni a szakmai tanulását. Az egyik zsűritag Richter Pál a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzenei tanszék vezetője volt, aki egy Universitas gyűrűt is hozott magával. Az elismerést mindig a legeredményesebb diák kapja, akinek a díj komoly előnyt jelenthet szakmai továbbtanulása során. A népzene az egyben kortárs kultúra, másrészt pedig történeti kultúra, hogy benne van a történelmünk, a hagyományaink, a múltunk, de ugyanakkor a jelenünk és a néphagyomány folytán a népzene is olyan műfaj, ami az életnek minden eseményére, változására, problémájára választ tud adni. Vagyis teljes értékűen ma is megélheti ezt bárki, aki népzenével foglalkozik, annak ellenére, hogy maga a népzene műfaját, illetve a népzenei repertoárt azt nagyjából most már egy lezárt egységnek kell tekintenünk. A népzene és néptánc kulturális szempontból is fontos a megye számára, hangsúlyozta Baracsi Endre közgyűlési alelnök a rendezvényen. Megyei értéktárak, városi értéktárak léteznek, és bizony népzenei együttesek is tagjai, és reméljük, hogy majd az elkövetkezendőkben itt az itteni palántákból, gyermekpalántákból lesznek majd ezeknek a néptánc együtteseknek az utánpótlása, hiszen a Szabolcs, a Szatmár, a Nyírség, amelyek a megyei értéktárnak is a részei, bizony kell, hogy valamilyen alapból merítsenek, és nagyon jó, hogy a művészeti szakközépiskola ilyen erősen foglalkozik ezzel. Én úgy gondolom, hogy talán egy kicsit alulreprezentált feladattal. A tagozatvezető úgy fogalmazott a rendezvényen, az intézmény kiemelt feladata a tehetséggondozás, ezért is fontosak az ehhez hasonló versenyek és megmérettetések.